Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róla Sándor jegyzőurat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenlétét alapján megállapítom, hogy 7 képviselő van jelen, az ülés határozott képet az ülés megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóval foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket azzal a változtatással, hogy az alábbi napirend kerüljön felvételre. Tehát 23. pótnaperendi pontként javaslom a javaslatot a Karcag Kórházút 10 szám alatti 86 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Dobák Csilla részére történő bérbeadására. Aki a pótlapi rendi pont felvételével egyetért, kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek további napi rendi ponti javaslata? Szeretettel köszöntöm képviselőasszonyt. 8 képviselő jelent meg ennek megfelelően. Ha nincs napirendi ponti javaslat, akkor a teljes napirendet teszem fel szavazásra, aki tudja támogatni, kérem jelző, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy 18-tól 23-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, felkérem Róla Sándor jegyző urat a köszöntések ismertetésére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelettel köszöntöm Paksi Lajosnét, a Kádas György iskola karcagi tagintézmények gyógypedagógusát, akinek pedagógus nap alkalmából Balogh Zoltán miniszter úr a gyermekek harmonikus személyiség formálása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Németh László díjat adományozott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, nyugdíjas éveihez hasznos időtöltést, jó erőt és egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm továbbá Kecsmár Lászlónét, a karcagi Nagykó Református Általános Iskola pedagógusát, aki pedagógus nap alkalmából Mezőtúron az Egyházmegyei Közgyűlésen kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként református nagykunságért pedagógiai díjban részesült. Kitüntetéséhez a Karcagvárosi Önkormányzat nevében gratulálok, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelettel köszöntöm Tótné Szucsáki Hajnal Ildikót, a karcagi Nagykó Református Általános Iskola pedagógusát, aki pedagógus nap alkalmából áldozatos munkájának elismeréseként a tehetséggondozás területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Pro Talento díjban részesült. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájához további szép sikereket, eredményeket kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni.
Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Rireg István tanárurat, a Gábor Áron Gimnázium egészségügyi szakközépiskola és kollégium nyugalmazott középiskolai tanárát, akinek pedagógusnak alkalmából Balogh Zoltán miniszter úr kiemelkedő oktatási nevelési munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kimagasló tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János díjat adományozott. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében gratulálok, nyugdíjas éveihez további hasznos időtöltést, szellemi aktivitást és családi életében nagyon sok boldogságot kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és az ajándékot polgármester úrtól átvenni. Tisztelt képviselőtestület! Köszöntöm továbbá a Jász-Nagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság karcagi kirendeltségének dolgozóit, akik Turkevén, a megyei tűzoltónapon kiemelkedő szakmai munkájuk elismerésében részesültek. Elismerésükhöz az önkormányzat nevében gratulálok, munkájukhoz további szép sikereket, eredményeket kívánok. Felkérem, hogy nevük elhangzása után szíveskedjenek kifáradni, és az ajándékot polgármester úrtól átvenni. Tóth Gábor, tűzoltó főtörzsőrmester. Erdei Attila, tűzoltó főtörzsőrmester. Halasi András, tűzoltó főtörzsőrmester. Tisztelt képviselőtestület, ugye megtetszene bocsájtani, zakó nélkül folytatom a testületülés vezetését itt a nyári vakáció előtti utolsó testületi, hivatalos testületülésen, illetve betervezett testületülésen. Jó idő van, de legyen is így, hiszen következik egy nagy esemény Karcagon a Birkaföldi Fesztiválon, ilyenkor ez járja. Tisztelt képviselőtestület, a díjazottak kitüntetése után felkérem Lóraszán a jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. Május 27-én a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közgyűlésén Gyurcsek János alpolgármester képviselte az önkormányzatot. Május 28-án a Dériné Kulturális Központ által szervezett Családi és Gyermeknap, Sportnap programjain vehettek részt az érdeklődők a Liget úti sportpályán. A szülői labdarúgó torna mérkőzésein, élő amőba és kapitánylabda bajnokságon, népi ételek főzőversenyén indulhattak az osztályközösségek. Ide várták a Nagykun települések középiskolás csapatait is. A harmadik Nagykun diák birka pörkölt főző versenyen vehettek részt a versenyzők. Volt kézműves foglalkozás, gépjármű bemutató, légvár és könyvbemutatóval egybekötött interaktív gyermekműsor is. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselők, valamint Dobos László polgármester úr. Szintén ezen a napon Bácskos út falva fennállásának 230. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Kovács Szilvia alpolgármester és Karcagi Nagy Zoltán képviselő voltak jelen Karcag város képviseletében.
Május 28-án és 29-én országos asztalitenisz felnőtt ranglista versenyt rendeztek a városi sportcsarnokban. Május 29-én a világ királynője engesztelő mozgalom éves közgyűlésén Budapesten Pánti Ildikó képviselte Karcagváros önkormányzatát. Június 1-én tartották a 13. országos Patikanap megyei megnyitóját a Betánia gyógyszertárban. Az önkormányzat részéről Nagyné László Erzsébet mondott köszöntőt, és Pánti Ildikó képviselő volt jelen. Június 3-án a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartottunk az országzászlónál. Emlékező beszédet mondott Zakariás István, a Kassa megyei önkormányzat alelnöke, a műsorban közreműködött Horvátné Pandúr Tünde és Lolkerekes Ágnes. A városvezetést Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Dobos László polgármester úr képviselték. Június 4-én rendezték meg a városi sportcsarnokban a Pingvin Kupa zárófordulóját. Június 5-én Esztergomban, a Dzsámi Múzeumban, a Györfi család képzőművészeti kiállításának megnyitóján, az önkormányzat képviseletében Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt. Június 10-én a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat roma gyermek szépségversenyt rendezett az ifjúsági házban. Városunk önkormányzatát Karcagi Nagy Zoltán képviselte. Június 11-én a 12. Roma Fesztivál Egészségnap rendezvényén Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselőasszony voltak jelen. Szintén ezen a napon búcsúztak iskolájuktól a Karcagi Nagykon Református Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Az eseményen Nagyné László Erzsébet képviselő vett részt. Még szintén ezen a napon a Karcagi Szimfonikus Zenekar és az Egyesített Vegyeskar neves szólisták közreműködésével mutatta be Pietro Mascagni Paraszbecsület című operáját a Dérényi Kulturális Központban. Vezényel Daru Andrea. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Szepesi Tibor képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester úr. Még szintén június 11-én Tiszaörsön került megrendezésre a Startoljunk el kézen fogva elnevezésű közfoglalkoztatói nap és verseny, ahol a Karcagi Városgondnokság közfoglalkoztatjaiból álló csapat második helyezést ért el. A szép teljesítményhez ezúton is gratulálunk. Június 15-én tartotta ballagási ünnepségét a Kádas György Óvoda Általános Iskola Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium. Az ünnepségen Pánti Ildikó képviselő volt jelen. Június 16-án tartotta tanévzáró ünnepségét az Erkel Ferenc Művészeti Iskola. Június 17-én a György István Nagykun Múzeumban kiállítás nyílt Szűcs Judit a népművészet ifjú mestere munkáiból. Szintén 17-én búcsúztak iskolájuktól az Arany János és a Szent Pál Marista Általános Iskola végzős diákjai. Az ünnepségen Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen a városvezetésből. Június 18-án a György István Katolikus Általános Iskola ballagási ünnepségén Pánti Ildikó a Kiskulcsosi Általános Iskolában Szepesi Tibor képviselte városunk önkormányzatát. Június 19-én tartották a Nagykun Református Gimnázium tanévzáró ünnepségét. A rendezvényen részt vett, és a jó tanuló, jó sportoló díjat átadta Pánti Ildikó képviselőasszony. Június 19-én roma labdarúgó tornát tartottak a Kiskulcsosi Általános Iskolában. Az önkormányzat részéről jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Június 21-én tartották a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségét, ahol Dobos László polgármester úr adta át Bereckiné Nagy Erzsébet pedagógus részére a Karcagváros kultúrájáért díjat, valamint Vajó Gergely tanuló részére a jó tanuló, jó sportoló díjat. Karcagváros önkormányzatát Pánti Ildikó, Molnár Pál és Karcagi Nagy Zoltán képviselték. Június 22-én rendezték meg a Kovács Mihály Általános Iskola tanévzáró ünnepségét. Az iskola tanulója Cinege Tamás részére a jó tanuló, jó sportoló díjat Kovács Szilvia alpolgármester adta át. Június 23-án
rendezte meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda a tanévzáró értekezletét és a pedagógus napi ünnepséget. A rendezvényen a Karcagváros kultúrájáért díjat Dobos László polgármester úr adta át Romhányi Sándorné óvodapedagógus részére. Az önkormányzat részéről jelen volt még Pánt Ildikó képviselőasszony. Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatását. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, napirendelőti kérdések feltételére van lehetőség. Jelentkezést nem látok. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervemtől eltértem, a két ülés között eltelt időszakban a kidolgozott tervtől eltérően szabadságot nem vettem ki. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk, javaslat, Karcagvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 számú önkormányzati rendelet módosítására. A módosítás testületi döntéseket, támogatásokat, előirányzatosításokat és különböző átcsoportosításokat tartalmaz. A módosító javaslat összességében 432.923.000 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Vitára bocsájtom a napirendet, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Tudomásom szerint a bizottság támogatta, elfogadta, javasolja az elfogadását. Én is javaslom, aki tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, 7 igen, 1 nem ellenében a javaslat elfogadásra került. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat, a nagykunsági díj alapításáról szóló 20/1996 önkormányzati rendelet módosítására. Egy apró módosításra van szükség, törvényességi észrevételt orvosolva. A bizottság szó helyett tanácsadó testületet vagyunk kénytelenek beépíteni ebben a rendeletbe. Vitára bocsájtom, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Tulajdonképpen egy műhelytitkot elárulva a kisújszállásiak huncutkodnak, és szeretnék, hogyha egy más grémium döntene a nagykunságért díjban, de nem igazán szeretnénk mi ezt, és azt szeretnénk maradna minden a régiben, és a karcagi képviselőtestület döntene. Hát nyilvánvalóan ezt a törvényességi észrevételt is ők tették, de kivédjük ezt a támadást. Aztán egyet tudunk ebben érteni, maradjon minden a régiben. Ha így tudjuk támogatni ezt a módosítást, akkor kérem jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, javaslat az építészeti örökség és táji természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet tervezetre. A Városháza és a déli épületéről van szó, a védelem alá helyezésük a cél. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? El tudjuk-e fogadni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül került elfogadásra. Köszönöm. Negyedik napirendi pontunk. Tájékoztató a Karcagi Ipari Park Kft. 2015. évi tevékenységéről, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseiről. Köszöntöm körünkben Varga Nándor ügyvezető igazgató urat. Kérdezem, hogy kíván szóbeli kiegészítéssel érni a leírt anyaghoz képest. Nem kíván. Vitára bocsájtom a tájékoztatót. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Andrássy András képviselő úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Néhány megjegyzésem, illetve kérdésem lenne a témával kapcsolatban, illetve a napirenddel kapcsolatban. Első körben az tűnt fel a beszámolóból nekem, hogy ugye itt sikerült teremteni egy pár munkahelyet, és ha jól látom, a tervezet 46 fő volt. Ezzel szemben a tény 79 fő, ez így nagyon jó hangzik és nagy öröm, de én emlékezetem szerint anno annak idején akár több száz munkahelyről is volt itt szó a testület előtt. Gondolom, vissza lehet keresni ezeket a felszólalásokat. Én hiányolom ezt a nem több száz, de legalább 100 fölötti vagy 150 fős
munkahelyteremtést. Én kérdezném, hogy vajon mi az az ok, ami megakadályozta, hogy ezek a munkahelyek létrejöjjenek, illetve ami látható, hogy a tervezett vállalkozások, akik betelepültek, ugye terveztek 8-at, ezzel szemben 4 települt be, tehát gyakorlatilag itt is a teljesítés a 50%-ot éri el. Mi ennek az oka? Én erre is kíváncsi lennék, hogy miért nem jönnek ide ezek a vállalkozások, legalább a tervezett mértékben, ha nem is több, de legalább a tervezett mértékű. Kérdezem, hogy van ehhez esetleg köze annak, hogy mint tudjuk, nem épül meg az M4-es autópálya. Tudjuk azt, hogy az M4-es autópályának komoly húzóereje lett volna, komoly ráhatása lett volna az ipari területre. Esetleg ezt tartja-e vissza a vállalatok, illetve vállalkozókat, hogy jöjjenek ide hozzánk. Illetve, ha megengedik, idéznék a beszámolóból egy mondatot, ami számomra nem teljesen tiszta, vagy legalábbis remélem, hogy csak tévedésről van szó. Idézném szó szerint, hogyha nem probléma. Nagy reményekkel folytattunk tárgyalásokat a Terra, a Reanimátor Kft-vel. Melyik? Hagyadik oldal, hogy tudjuk követni. Bocsánat, a területek vétele és eladása szakaszról van szó, és ott a második bekezdésről van szó. Ha megvan. Első oldal alja. Igen. Tehát nagy reményekkel folytattunk tárgyalásokat a Terra Reanimátor Kft-vel 2015. június közepétől. 2016. 10. hó. 16-án aláírtunk egy megállapodást 8 hektár terület adásvételére. Tehát 2016. 10. hó, most 6. hót írunk, amely fizetési határidejét közösen módosítottuk 2016. 11. hó 11-én. Időutazás. Folyamatos egyeztetéssel januárjában befejeztük a tárgyalásokat. Hát ezt egyenesbe kéne tenni. Remélem, hogy csak elírás és nem egyéb, de minden esetre mindenféleképpen figyelmetlenség, én úgy gondolom. Tehát ha más nem, úgy gondolom, hogy a pénzügyi bizottságot, illetve a testületeknek kellene annyira tisztelni, hogy legalább a dátumokkal pontosan bánunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót ügyvezető igazgató úrnak, miután mi is kisebb százalékban, hányadban tulajdonosai vagyunk az Ipari Park Kft-nek, elmondom a véleményemet. Tehát a létszámkérdés valóban az elektronikai hulladékfeldolgozó üzemben több mint 100-as létszámot terveztek a befektetők. Azt nem mondták, hogy mikorra fut ki ez természetesen, és én is egy picit türelmetlen vagyok már ebben az ügyben, de biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb meg lesz ez a létszám. Be kell állni, egy ilyen vállalkozásra azért nem megy egyik napról a másikra, szépen fel fogják futtatni, és akkor meg lesz ez az előre betervezett létszám, meggyőződésem szerint. A vállalkozások betelepüléséről saját praxisomból tudom mondani, hiszen mi is nagyon sok mindenkivel tárgyalunk pontosan a fejlesztés okán, hogy még csak számot sem lehet mondani, hogy hány ígéretből lesz igazán kézzelfogható valóság. Tehát ez megfoghatatlan. Nyilvánvalóan meggondolhatják magukat. Én mondok egy számot, hogyha 30 jelenkezőből egyet sikerül megfogni, akkor az egy nagyon-nagyon jó arány. És ez más településeknél is így van. Tehát ez betervezni nem is lehet. Ez nem olyan, hogy betervezzük azt, hogy legyártunk, mit tudom én, egy évben 5000 hűtőszekrényt, és akkor, ha ez eltér néhány százalék, akkor számon lehet kérni az üzem vezetőségét, hogy miért nem történt ez meg. Ez ezer ok befolyásolja. Befolyásolja egy árfolyamváltozástól kezdődően sok minden. Tehát ezt nem lehet így előre eltervezni, hogy majd én jövőre az ipari parkba X mennyiségű vállalkozást idehozok. Vannak érdeklődők, vannak jelenkezők természetesen, folynak a tárgyalások.
ebből nagyon-nagyon sok feleslegesen megy el, mert végül is kiderül, hogy miért gondolják magukat, vagy éppenséggel nem sikerül az árban megegyezni, a feltételekben megegyezni. Tehát ez nem olyan kézenfekvő, hogy így csettintünk egyet és idejönnek. Az természetesen igaz, hogy ha autópálya közelében lennénk, akkor könnyebb lenne a helyzetünk. Ez magától érthetődő. Hát ezt én már nagyon sokszor elmondtam, ezt a képviselő úr tőlem tanulhatta meg, mert nem csak itt, hanem a megyei közgyűlésben is említette, hogy politikai büntetésben voltunk, hiszen itt Szolnoktól Debrecenig végig fideszes települések voltak, és akkor, amikor megépítették az M6-os autópályát Pécsig, ahol alig van forgalom, az teljesen felesleges volt. Ráadásul nem is kapcsolódik semmilyen határátkelőhöz. Csak hát itt büntibe volt ez a terület. Nyilván ennek van egy ilyen hatása, hogy a igazi multik olyan helyre települnek, ahonnan másfél óra el lehet érni a repülőteret. Ez az egyik tétel, és sok ilyen tétel van még. De azt kimondani, hogy nem épül meg az M4-es, azt nem lehet, hiszen a terveket éppen én magam írtam alá, nem is olyan régen, sok más egyéb érintett települési vezetővel egyetemben. Türelmesek leszünk. Kívánjuk, előbb-utóbb meg fog épülni, és akkor ez segít. Hát ez persze nehezíti a jelenlegi helyzetünket, illetve az ipari park helyzetét, nem könnyű ide csábítani vállalkozásokat. Én azért reménykedem, hogy sikerrel járunk előbb-utóbb, hiszen a téglagyár területe az ipari park tulajdonába került, a befektetők pénze benne van, a befektetők pedig nem arról híresek, hogy hosszan hagyják aludni a pénzüket. Nyilvánvalóan szeretnének valamilyen hasznot. Ezerrel dolgoznak, de itt tutira menni nem lehet. Ennyit előszóként, és megadom a szót a ügyvezető igazgató úrnak. Tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, kedves jelenlévők! Andrássy képviselő úr felvetésére több pontban is megadnám a választ. Legelőször az, hogy a tervezett foglalkoztatott létszám 46 fő, a tény 79. A pályázatok, amiket az ipari park a pályázat benyújtásakor leadott és tervezett létszámfejlesztést, a betelepült vállalkozások, a Recipet és a EHUL Kft. Mind terveztek bizonyos létszámot. Ezzel a létszámmal úgy tudunk gazdálkodni, hogy a terv a projekt fenntartás zárásáig kell, hogy megvalósuljon. Jelen pillanatban a Recipet Kft. Az első évében, az EHUL Kft. A projektfenntartás második évében tart. Tehát amikor a pályázat fenntartásnak a végére értek, addigra kell teljesíteni nekik ezt a feladatot. Ehhez kapcsolódik az a dolog, hogy a 8 tervezett betelepült vállalkozás helyett jelenleg csak 4 van. Ez megint a pályázatokhoz kapcsolódik. Jelen pillanatban a tervezett 8-ból 7 vállalkozás már itt dolgozik a területen és végzi a tevékenységét, de igazán akkor számít betelepültnek, és itt a pályázat és jogi szempontból, amikor be van jelentve Fiók telepének vagy telephelyének ez az ipari parkban lévő infrastruktúra helyrajzi szám szerint. Tehát azt mondjuk, hogy be van jelentve a vállalkozás az 5392/4-es helyrajzi számra, és ez a cég kivonatában is szerepel. Ezek bejelentése folyamatban van, de egy vállalkozásnak ez a legkisebb gondja, az a lényeg, hogy dolgoznak és tevékenykednek. A munkavégzéssel kapcsolatosan annyit mondanék, hogy
Az elektronikai hulladékhasznosító úgy néz ki, hogy a projektfenntartás lejárata előtti évben is már idén képes azt a mennyiséget feldolgozni, amire neki tervei vannak. Ez egyúttal nem csak arra kecsegtet bennünket, hogy a hulladékgazdálkodást precízen és pontosan végrehajtják, hanem azt is, hogy olyan árbevételt érnek el, ami a terveik közt szerepel. A Recipet Kft. Egy csökkentett üzemmódban dolgozik jelenleg. Mindnyájan tapasztaljuk naponta, hogy az üzemanyagár lényegesen alacsonyabb, mint volt ezelőtt 3-4 évvel. Ez rányomja a bélyegét a PET-palackok újrahasznosítására, hisz jelen pillanatban úgy néz ki, hogy szinte olcsóbb újra előállítani kőolajból a PET-palackot, mint a meglévő PET-palackokat újra feldolgozni. Mivel a pályázatban meg van határozva a Recipetnek, hogy milyen mennyiséget kell feldolgozni, ezért ezt neki csinálni kell, és csinálják is becsülettel, a kutatásfejlesztést úgy szintén, de az érthető, hogyha a gazdaságossági szempontot figyelembe véve csak egy csökkentett üzemmódban hajtják végre a feladatot. Ennyit kívántam erről mondani. A területek vétele eladása dátumaival kapcsolatosan nagyon köszönöm képviselő úr figyelmességét, és rettentő mód sajnálom, hogy bár ott volt a bizottsági ülésen, és szavazott is a tájékoztatóról, ott egy szóval nem mondta, nem tudom, hogy miért, de lehet, hogy jobb lett volna, hisz azt tudhatja ő is, hogy bármennyire is jó emberek vagyunk, a jövőben nem tudunk előre dolgozni, és ez csupán egy elírás, egy számszaki hiba. De ígérem, hogy legközelebb megpróbálunk erre odafigyelni, hogy olyan anyagot adjunk ki a kezünkből, ami elfogadható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e további kérdés, észrevétel, vélemény az anyaggal kapcsolatban? Jelenkezést nem látok. Tisztelettel kérem Varga Nándor ügyvezető igazgatórat, hogy tolmácsolja a menedzsment felé a köszönetünket, és köszönjük a ügyvezető úr és munkatársai elvégzett munkáját, és kérem, hogy sok erőt fektessenek abban, hogy továbbfejlődjen az ipari park, hiszen ez mindannyiunknak a közös érdeke. Elfogadásra ajánlom a tájékoztatót, aki tudja támogatni az elfogadását, kérem jelezze. Igen, nem. Tartózkodás 7 igen, egy nem ellenében a tájékoztató elfogadásra kerül. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Tájékoztató Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, gyorsan elmondanám, hogy milyen alapítványok, közalapítványok működnek Karcagon azok közül, akiket az önkormányzat hozott létre. Karcag testvérvárosaiért közalapítvány, Karcagért közalapítvány, Varga József nyelvtanulás alapítvány, Nyelvi Laborral a nyelvtanulásért alapítvány, Kovács Mihály alapítvány, bűnmegelőzés alapítvány, Karcagváros sportjáért és úszodáért alapítvány. Tisztelt jelenlévők, köszöntöm körünkben, viszontlátásra. Köszöntöm körünkben az alapítványok, alapítványok, közalapítványok megjelent képviselőit, Elek Eszter, dr. Temesvári Tamás, elnök asszonyt, illetve elnök urat. A tájékoztató számukra kötelező jellegű minden évben beszámolnak éves munkájukról, ez történik meg ebben az anyagban. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e aláírtakkal kapcsolatban?
Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim, kedves jelenlévők, mint ahogyan polgármester úr is említette, évenként testület elé kerül az önkormányzat által létrehozott alapítványoknak a tájékoztatója, a helyzete. Ezt megelőzően mindenkor az Idegenforgalmi Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalja, mint ahogyan ez megtörtént éppen a hét folyamán, ahol az alapítványok elnökeit, képviselőit köszönthettük, és örömmel mondhatom el újra ismételten, hogy ezek régi-régi alapítványok, a régiséget, az évek számát illetően mondom, hiszen 20-25 éves alapítványokról lévén szó, és ezek az alapítványok élnek. És ezek az alapítványok egy-egy közösséget szolgálnak, hiszen említette polgármester úr is, rendkívül széles a skála, akár a testvérvárosi kapcsolatok építésében végzett tevékenységüket, akár az oktatást, akár egy-egy iskolaközösség, vagy éppen a nyelvtanulás, vagy éppen a bűnmegelőzés. Tehát széles körűek az alapítványok, és ezáltal egy-egy széles lakossági csoport képviseli ezeket az alapítványokat. Az 1%-os befizetésükkel, adományokkal, hozzájárulásokkal, és ami megfigyelhető az utóbbi időben, hogy ezek az alapítványok kulturális programjuk alapján egy-egy nagy rendezvényt is felvállalnak. Tudatosan, mert hiszen bevételt jelent számukra, és elmondható, hogy bizony ezek a bevételek nem kicsi bevételek éves szinten sem, tehát nagyon fontosak, megvan az érdeklődés, és ennek örülünk. És azt is el kell mondani, hogy ezeknek az alapítványoknak, amelyek törvényes keretek között működnek az átalakulást követően, megszállott fanatikus képviselői vannak, mert minden csak így olyan emberek által él, akik, hiszen díjazás nélkül végzik a tevékenységüket, megszállottjai ennek az ügynek, vagy annak az ügynek, és így végzik a munkájukat. És ezért is érdemelték ki bizottságunk részéről is az elismerést, mint ahogy itt ezt is szeretném elmondani. És szeretnék még arról tájékoztatást adni, hogy a Karcagváros sportjáért és uszodáért alapítványnak a törlése a megyei ügyészség által jelenleg folyamatban van, hiszen az alapítvány betöltötte feladatát, célját megvalósította, van egy gyönyörű uszodánk, és természetesen, hogy majd más tekintetben is ez természetesen, hogy folyamatosan támogatásra szorul, és támogatjuk anyagiakban is. Én ezt szerettem volna elmondani, megköszönve még egyszer az alapítványoknak, és mindenkinek, és ebben a mindenki, a város lakossága bizonyos szegmens részéről benne van minden alapítványba, és tegyék, mert mindig jó helyre kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, a munka elismerése méltán történt meg. Egyetértek képviselőasszony gondolataival. Van-e további jelentkezés? Esetleg a jelenlévő elnökök kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni? Nem kívánnak. Képviselő asszony gyakorlatilag mindent elmondott. Valóban olyan területeket fednek ezek az alapítványok, az alapítványok le, amire szükség van ebben a városban. Csak hálásak lehetünk és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az alapítvány élén valóban szabad idejüket, energiájukat feláldozva dolgoznak, mindannyiunkért, az egész településért tulajdonképpen, hiszen a tevékenységükkel szebbé, jobbá, gazdagabbá teszik városunkat. Sok erőt kívánok a következő évekhez is mind azoknak, akik ezeken a területeken tevékenykednek. Köszönjük az eddig végzett munkájukat, sikereket kívánunk számukra továbbiakban is. Tisztelt képviselőtestület, hogyha nincs további jelentkezés, akkor szavazzunk. Aki el tudja fogadni a tájékoztatást, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen, és még egyszer sok erőt, jó munkát kívánok a alapítványok, közalapítványok vezetőségének, és minden olyan személynek, akik támogatják, segítik az ő munkájukat is.
Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk. Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthonának működéséről. Köszöntöm körünkben Csízené Örlős Katalin intézményvezető asszonyt. Egy nagyon szép, átfogó, mindenre kiterjedő anyagot kaptunk intézményvezető asszonytól. A szép a magáról a tájékoztató szép. A történet, amivel foglalkozik az intézmény, az kevésbé, hiszen az élet árnyékos oldalán lévő gyermekekkel és sok esetben a szüleikkel kell foglalkozniuk, akiknek már talán ez az utolsó mencsvár, ez az intézmény, ahova lehet menni. A társulásnak ez az intézménye Kunmadarason található. Az anyagban minden benne van. Én úgy gondolom, hogy nem csak hogy törvényi kötelezettség ez ennek az intézménynek a fenntartása, hanem a jó lelkiismeretünk is az itt állja, hogy továbbra is segítsük és dolgozzunk azon, hogy minél könnyebben tudják az ott dolgozók segíteni, támogatni az arra rászorulókat. Intézményvezető az, hogy kérdelem, kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatót. Tessék parancsolni, megadom a szót. Tisztelt képviselő testület, tisztelt polgármester úr, először is beszeretnék mutatkozni, mert még nem volt alkalmam önök előtt tájékoztatót, beszámolót tartani. Csízin Örlős Katalin vagyok, a gyermekek átmeneti otthona megbízott intézmény vezetője vagyok 2012. június óta. Korábban az otthonban családgondozó és gazdasági ügyintézőként dolgoztam. A beszámolomban, a tájékoztatomból kitűnik, hogy a 2015 évben is az előző évekhez hasonlóan teljes kihasználtsággal működött az intézmény. Ez pontosan számokban kifejezve 108%-ban realizálódott, 4859 gondozási nap volt a 2015 év folyamán. Ez éves szinten átlagosan 11 gyermeket foglal magában és két felnőttet, pontosabban két édesanyát. Azt azért tudnunk kell, hogy a gyermekek átmeneti otthonának a működési engedélye 12 főre szól, ebből három szülő engedélyezett, tehát három szülőt fogadhat éves szinten az intézmény átlagban. A intézmény működési területe a kistérségre terjed ki, tehát 5 településről fogadhatunk gyermekeket. Amit még nagyon fontos elmondanom, kiemelni, hogy az országban többnyire az átmeneti otthonok 3-tól 18 évig korosztályra kiterjedően rendelkeznek működési engedéllyel. A mi intézményünk magába foglalja a 0-tól 3 éves korosztályt is, ami végül is a gyermekvédelmi törvénybe került be 2003-ban, tehát ez egy különleges ellátású igényt igénylő gyermekek csoportja, tehát 0-tól 18-ig terjed ki. Ez azt jelenti, hogy igen nagy felelősség és igen nagy munka a gyermekotthon dolgozói részére, mivel kitűnik az a beszámolomból, hogy pontosan ezek a gyermekek voltak a 2015 évben szülő nélkül, nem tudtuk megoldani, hogy a szülőket is felvegyük a 0-tól 3 éves korosztály mellé. Mint még nagyon fontos elmondanom, a kulcsszavakat mindenféleképpen a prevenció, a krízisintervenció, az átmeneti ellátás, tehát nem tekintendő az átmeneti ellátás többek között az átmeneti otthon is a szakellátás előintézményének, tehát fő célunk nem a szakellátásba való irányítás, hanem a családba való visszagondozás, több-kevesebb sikerrel, de igyekszünk ezen segíteni, és 7 fővel dolgozik az intézmény, a 15/98-as NM-rendeletnek megfelelően. Ebben az évben sikerült egy kisegítő személyzetet alkalmaznunk, és legutoljára én szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, bár nincsenek itt a tavalyi év során nyújtott munkájukért. Köszönöm a jelzőrendszer tagjainak is a munkájukat. Köszönöm nem utolsó sorban a kistérségi társulási tanács munkatársainak a munkáját, a Karcagváros önkormányzatának, polgármester úrnak a segítségét, a türelmét felénk,
és köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy meghallgattak és elolvasták a beszámolómat, és aki kíváncsi a hétköznapjainkra, szeretettel várjuk az intézményben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen intézményvezető asszony kiegészítését, így teljes a kép. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, tisztelt képviselő hölgyek, urak? Nagyné László Erzsébet képviselő asszony kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! A Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a napi rendet megtárgyalta, és azzal együtt, amit itt intézményvezető asszony kiemelt, és a végén olyan nagyon gyorsan említette, hogy mindösszesen ezt a feladatot, amihez ugye 5 település tartozik, és ez 20 000 fős ellátotti létszámot jelent, 7 látták el a dolgozói, nem véletlenül hangsúlyozta, úgy gondolom, hogy az ő munkájukat is nagyon köszöni. Egyébként a vonatkozó jogszabályi előírás szerint 8 fővel láthatja el ezt a feladatot. Nem véletlen az is, hogy a házi rendjüket is módosították, és nagyon jól, én úgy gondolom, a bent lakó szülőkkel közösen oldják meg mondjuk a takarítási feladatokat. És az is alátámasztja a feladatellátást, hogy mindazonáltal a közfoglalkoztatás keretében nem foglalkoztatnak dolgozót, hiszen ezeknek a gyerekeknek a nevelése, gondozása, ápolása mind a életkoruk, mind a igényeiknek megfelelően olyan speciális, főként a 3 év alattiaké, hogy ezt szakértelemmel rendelkező embereknek kell biztosítani, és olyanoknak, akik tartós közszolgálati jogviszonyban vannak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az igen részletes és polgármester úr által is említett, mind szakmailag, mind gazdaságilag vonatkozásban minden adatot tartalmazó beszámolót elfogadásra javasolta egyhangulag a képviselőtestületnek. Megköszönjük intézményvezető asszony kitartó munkáját és további jó munkát. Jó egészséget kívánok! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm képviselő asszony kiegészítését. Van-e további jelentkezés? Én úgy gondolom, hogy a képviselő testület is nagy-nagy köszönettel tartozik intézményvezető asszonynak és munkatársainak, nem csak a bizottság, de ez így természetes, hogy ők is kifejezik hálájukat. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót, és valóban sok erőt kívánok a további munkához. Aki tudja támogatni az elfogadást, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontunk, ismételten egy tájékoztató. A 2015. évi Karcagon nyújtott vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól. Tisztelt képviselőtestület, a TLV ZRT munkássága van itt leírva röviden, tömören. Egy olyan téma ez, ami, hogyha jól működik, az természetes, hogyha valami prüccök van, akkor viszont mindenki nagyon jól ért hozzá, hogy miért nem működik jól. A írott anyagból és tapasztalatunkból is azért azt szűrhetjük le, hogy az elmúlt évben már zökkenőmentesebb volt a közös munkálkodás és a szolgáltatás. Természetesen voltak hibák, csőtörések, olyan időszakok, amikor nem volt víz, de ez nagyon-nagyon-nagyon rövid időszak volt, és nyilvánvalóan a csőtörésekkel volt elsősorban kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elmúlt évi teljesítménnyel elégedettek lehetünk. Vitára bocsájtom a tájékoztatót, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Köszöntöm a cég képviselőit. András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nekem néhány megjegyzésem, illetve hát kérdésem is lenne. Elolvasom a beszámolót, tehát ez egy sikertörténet, látjuk, csak a tapasztalat teljesen más. Tudjuk, hogy gyakorlatilag amióta a TRV átvette a vízszolgáltatást, illetve ezt a területet a várostól,
a kezdetekben nem önmagában a szolgáltatásban, tehát a vízcsapból azért jött mindig a víz, tehát ezzel nem volt probléma, de a számlázások közül bizony tudjuk, hogy igen sokáig igen komoly gondok voltak, és talán még a mai napig is problémák vannak a számlázás körül. Ez az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy az nagyon jól látható, hogy a cég gyakorlatilag a megalakulása óta folyamatosan veszteséget termel, még nem is keveset, több száz milliós veszteségről is beszélhetünk. Én kíváncsi lennék, hogy például arra, hogy addig, amíg a víziközmű szolgáltatás, tehát a ivóvíz és a szennyvízcsatorna szolgáltatás a város működtetésében volt, gyakorlatilag végig nyereséges volt. Hogy a fenébe van az, hogy egy nyereséges üzemet gyakorlatilag átveszünk, vagy átvesz állam, és attól pillanattól kezdve több százmilliós veszteséget termel. Én tudom egyébként, csak költői a kérdés. Ez az egyik része. A másik része az, hogy pontosan tudjuk azt is, hogy a városnak a vízhálózata hát nem most épült. A folyamatos karbantartás mellett egy gyakorlatilag egy folyamatos felújítást is igényelne. Kérdésem, hogy a sok százmilliós veszteség mellett majd vajon miből fog erre telni, vagy ebben majd mindig az államnak, vagy az adott kormánynak kell a zsebébe nyúlni és kisegíteni a céget, hogy ne legyen nagyobb probléma. Említettük ugye a csőtöréseket. Nyilván a csőtörések nem földrengések által keletkezett csőtörésekről beszélünk, hanem az előregedett rendszer hibájából, meghibásodásából adódik. Kérdezem, hogy a komoly veszteségek során, vagy akkor miből fogja majd ez a cég ezt biztosítani a városban? Lehet, hogy most egy évig, két évig, öt évig még nem lesz itt probléma, de mi lesz 10 év múlva? Tehát én azt szeretném látni, hogy ezek a beszámolók és ott megnézzük a cég adatokat, akkor pontosan látjuk, hogy jó lenne, hogyha ezek a számok pozitív, vagy legalább a nulla felé közelítenének, hogy egy kis bizalmat nyerjünk ebbe a kérdés. Én úgy gondolom, hogy talán nem kellene majd, de ez enyhe túlzás, eljutni akár tilalmas szintjére, hogy a csatornából, illetve a vezetékes vízből nem nagyon ígyunk, hanem palackos vízzel kelljen megoldani ezt a kérdést. Egyik része ez volt a kérdésemnek, a másik a csatorna, a szennyvízcsatorna. Tudjuk, hogy a város területén több helyen is probléma van a szennyvízcsatornával, különösen problémás terület a Zöldfa utca, illetve hát az a szakasz, ami a Zöldfa utcán vezet ki. Nagyjából tudjuk, hogy mi okozza a problémát. Kérdés, hogy ez a szakasz felújításra kerül-e, megoldják-e, gravitációs a rendszer, tudjuk, hogy ott már nagyon mélyen futnak a vezetékek, milyen megoldást fog a TRV ebbe a kérdésbe a jövőbe betervezni. Amiből azt már meg sem kérdezem. Köszönöm. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Tetszene-e reagálni erre? Egy pillanat, mert a mikrofon hagyj érjen oda, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselő, tisztelt jelenlévők, és engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Szabó Csaba vagyok, a TRV Jászlóskun-Szolnok megye üzemigazgatóságának helyettes vezetője, egyben műszaki vezetője. Képviselő kérdésére pedig az alábbiakat én tudom elmondani, vagy szeretném elmondani. Igen, valóban 2013. január 1-én csatlakozott közel 130 település a TRV-hez, köztük Karcagváros önkormányzata is. Kezdeti időszakban is, még talán picit most is a számlázással voltak és vannak is gondjaink. Annyi pozitívat tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy most kezdünk átérni egy másik rendszerre, éves leolvasások, illetve számlázási rendszerre. Reméljük, ez a probléma meg fog oldódni, de tudom, hogy voltak és vannak is még jelenleg is gondok. A beszámolóban képviselő úr kérdezte először is a pénzügyi résznél a veszteségeket. Mint annak idején, ahogy említette a képviselő úr, a Nagykun Vízmű Kft. Csatlakozás előtt, hogy nyereségesen működött.
Azt tudni kell, hogy a 2011. évi víziközmű törvény során vagy következtében ugye megváltoztak azért ezek a pénzügyi és feltételek. Akkor, mikor a KFT még működött, ugye nem volt rezsicsökkentés, ugye ez 10%, nem volt közműadó, ami elég jelentős, közel 30 millió forint a Karcag város esetében, illetve nem tudom, de azért elég tetemes bérleti díjat fizet a TRV a városnak. Tehát ezt a három vagy négy tételt összeadjuk, akkor úgy gondolom, hogy ez a veszteség akármi pozitív irányba is fordulhat. Víz, szolgáltatás, szennyvízelvezetés. Igen, mi is többször, és kollégáim is többször, nagyon sokszor jelezték, és többször tapasztaltuk, és a lakosság részéről is rengeteg érkezett, rengeteg bejelentés, csőtörések és egyéb vízminőséggel kapcsolatban. Bár azt elmondom, hogy 2015 évben, ugye a beszámoló most erről szól, az ANTS és a labor vizsgálataink alapján ivóvízminőséggel kapcsolatos probléma nem volt. A idei év az más, de most a beszámoló erről szól, de arról is majd szeretnék egy pár szót mondani. Csőtöréseknek az alakulását, számát, úgy emlékszem 101 néhány csőtörés volt ebben az tavalyi évben, ezt ugye nagyon nehéz meghatározni, illetve kiszámolni. Ahogy említette képviselő úr is, elég sok előregedett régi eternit vezeték van a városban. Ezeknek jellemzően a csőtörések egyik fő oka a nagy szárasság, nedvesség, csapadék hatására történő fölmozgások hatására, nagyon sok helyen így van, törnek. Én úgy tudom, és a kollégáim így tájékoztattak, hogy 2015 évben 6 órát meghaladó vízhiány nem volt a városban, ami ugye jogszabályban előírt kötelességes, illetve a szolgáltatónak ez egy előírt feladata. A Zöldfa utcai szennyvízkiváltással kapcsolatban, igen, ott történt egy bizonyos mértékű felújítás, itt Marika Kálmáni, Marika segített nekem ebben, ugye tudjuk, Marika volt előtte az üzemeltetője az üzemmérnökségnek, itt volt egy felújítás, viszont ugye ezt tovább kell majd folytatni. Amit említettem, hogy miből tevődjük össze ez a óriási nagy veszteség, a bérleti díj. A bérleti díjat a törvény ugye úgy kezeli, vagy úgy kell értelmezni, hogy ezt külön kell kezelni, elkülönítetten, és ezt a bérleti díjat kimondottan a víziközmű fejlesztésre kell fordítani. Ez lehet akár szivattyúvásárlás, de kimondottan vezeték, rekonstrukció, vezeték felújításra gondolunk. Én azt gondolom, hogy ez a bérleti díj ad majd évek alatt fedezetet ezeknek a felújításoknak az elvégzésére, hiszen minden évben, tavalyi évben is elkészítettük először, el kell készítenünk a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal ajánlásával vagy részére a gördülőfejlesztési tervet, és ez a terv tartalmazza a rövid, közép és hosszú távú felújítási feladatoknak a felsorolását, hozzátéve a pénzügyi fedezetet is, és ez a bérleti díj, amit fizet most jelenleg a Tiszamenti Regionális Vízügynek az önkormányzatnak, ez biztosít fedezetet ezeknek a felújításoknak a elkészítésére. És meg szeretném jegyezni, tavalyi évben az önkormányzattal való kapcsolata úgy gondolom, hogy nagyon jó volt a TRV-nek. Bármi olyan jellegű hibák, javítások, problémák merültek fel, kollégáim azonnal tájékoztatták úton az önkormányzatot, így megkaptunk minden segítséget, amit ezt szeretném is megköszönni a kollégáim nevében, és jövőben is azt szeretnénk, és az a célunk, hogy minél biztonságosabb és a lakosság megelégedésére szolgáltassunk vizet, illetve szennyvíz elvezetést biztosítsuk a város részére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat Szabó úrnak. Tisztelt képviselő úr, örülök, hogy ilyen élénken érdeklődik a ivóvíz és a szennyvíz ügye iránt, már korábbi években is tapasztalhattuk ezt öntől. Igaz is, hiszen ez egy stratégiai fontosságú történet. Na most a baj az, hogy ön mindig azt forszírozza, hogy mi az oka, hogy kerültünk ebbe a városban. Városnak semmilyen szerepe nem volt. Itt jó vagy rosszabb variációk közül lehetett választani, és mi a legjobb variációt választottuk. Tehát nem szeretném, hogy olyat kéne számon rajtunk, amit nem tudtunk volna elkerülni. Ez kész tény volt, itt ebben a helyzetben mi az, hogy a TRV ZRT-hez csatlakoztunk, ez egy meggyőződésem, hogy nagyon jó választás volt. Az, hogy vannak apró cseprőbb hibák, csak kíváncsiságból én is utána néztem, hogy zsírúj telepítésű csatornáknál, szennyvíz vezetékeknél történnek-e hibák. Igen, ott is történnek, pontosan az elmondottak okán
vagy a tömörítés miatt, ami nem biztos, hogy szakszerűtlenül történik. Tehát ez előfordulhat, ekkora rendszerben előfordulhat. Azt sem tudom megígérni, hogy a 50-60 évvel, vagy esetleg még régebben telepített ivóvízvezetékeket egy csapásra ki tudjuk cserélni a városban. Nyilvánvalóan erre is megvan a cégnek a stratégiája, a terve. Én úgy gondolom, hogy az átmeneti időszak után azért elégedettek lehetünk, hiszen mi semmiképpen már a város semmiképpen nem jön ki rosszul anyagilag ebből a szituációból, ivóvízminőséggel egyáltalán nem volt semmilyen problémánk. Azokat a gondokat, bajokat, amik meg előfordulnak, azokat meg közösen meg tudjuk oldani a TRV, ZRT munkatársaival. Tehát igazán komoly dolog nem volt. Ettől függetlenül természetesen mi is odafigyelünk, hiszen még egyszer mondom, ez egy stratégiai jelentőségű dolog, hogy legyen ivóvíz és a szennyvízelvetés is megfelelő módon történjen a településünkön. Van-e további jelentkezés, észrevétel? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A televíziónézők számára szeretném jelezni, hogy képviselő úr a bizottság ülésen sosem ilyen bőbeszédű, mint itt a testület ülésen, hiszen ez az anyag a pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság legutóbbi ülésén napirenden volt. A TRV ZRT-től Fodor Miklós úr adott tájékoztatót, illetve várta a kérdéseket, amelyre válaszolni kívánt volna, ha ott lettek volna, ugyebár többek közt képviselő részéről kérdések. Egyébként megnyugtató a köszönjük Szabó Csaba úrnak a részletes beszámolót, és az írásos beszámolóban egészen megnyugtatók a céljai a cégnek, hiszen igyekeznek a fogyasztók elvárásainak megfelelően teljesíteni a szolgáltatási feladatokat, karbantartási, javítási feladatok elvégzését mindenféleképpen tervezik, illetve a létesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket biztosítják, és bevételi, illetve beruházási forrásaink igénybevételével bővítjük a működtető eszközeink körét. Igyekszünk a legsürgősebb feladatok megoldásával a víz, csatorna, közmű, műszaki állapotát javítani. Tehát ez mind-mind benne van a beszámolóban, az én számomra és a bizottság számára is ez megnyugtató volt, úgyhogy a bizottság ezt megtárgyalta, támogatta, és a testületülésnek, illetve a testületnek szintén támogatásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további jelentkezés? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, képviselőtársamnak megköszönöm a figyelmeztetést, fogok élni vele, és legközelebb a pénzügyi bizottságon is megfelelő súllyal fogom föltenni a kérdéseket, meg megfelelő internet, biztos hiányzik. Nem fog hiányozni. Megteszem. Egyébként megmondom egész őszintén, hogy azért nem tettem ott fel ezeket a kérdéseket, és a korábbi napi rendre egy pillanatra visszatérve, azokkal a dátumokkal én már ott tisztában voltam, hogy nem stimmelnek, csak kíváncsi voltam, hogy a bizottsági ülés és a testületi ülés között lesz-e valaki, aki figyelmesen átolvassa az anyagot. Nem volt. Na, erről ennyit. Tehát az, hogy ki milyen figyelemmel vesz részt, ezt most hagyjuk. Én inkább visszatérnék a TRV-hez egy kérdéshez. Ez minden szép, ami elhangzott, de kérdezem, hogy nagyjából százalékosan meg tudják-e mondani, hogy mennyi az a 30 évnél idősebb a rendszerbe Karcagon, a nyomás alatt lévő rendszer. Ez, ha gond, akkor súgok, mert én utána néztem. Ugyanez a kérdésem, hogy mennyi a szennyvízelvezető rendszer, a 30 évnél régebbi. Tudjuk, hogy 30 év után válnak kritikussá ezek, vagy válhatnak kritikussá ezek a rendszerek. Mert annak idején, amilyen anyagokból ezek elkészültek, azok már elöregedtek. Tehát az elkövetkezendő 5-8 évben a problémák egyre több lehet. További kérdésem, hogy azt értem, hogy
Fogja a TRV biztosítani a rendszernek a karbantartását, a szinten tartását, és a további fejlesztésekre lesz-e lehetőség? Kérdezem én, hogy azok a területek, amelyek a mai napig nincsenek csatornával ellátva, el lesznek-e látva, lesz-e csatornafejlesztés, vagy azok a területek, ahol még nincs ivóvíz, mert sajnos még ilyen is van, azokra a területekre el fog-e jutni az ivóvíz, lesz-e rá pénze a TRV-nek, lesz-e rá fedezet. Itt továbbra is csak vissza tudok térni, hogy arra a kérdésre, ha valami veszteség az, hogy miből adódik, az nem mellékes, de ebből a szempontból teljesen mindegy, az veszteség. Tehát azon kívül, hogy majd az állam vagy éppen a kormánynak a segítségét várja el a cég, hát az egy jó dolog, csak nem biztos, hogy működni fog. Mert nem biztos, hogy majd az államháztartásnak lesz annyi pénze, hogy országos szinten, mert ez csak egy terület itt, de országos szinten hasonlóak a problémák, hogy majd lesz annyi pénz, hogy odatolja a TRV, vagy TRV-knek azt a megfelelő mennyiségű pénzt? Kérdés. Egyáltalán nem biztos. Pontosan tudjuk, hogy a pályázati lehetőségek 2020-ig hogyan alakulnak. Tehát én nekem továbbra is kétségeim vannak, és azt szeretném látni, hogyha a cég produkálna, és biztatóbb eredményeket mutatna. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi megjegyzésem lett volna. Köszönjük szépen, képviselő úr, már korábban is említettem, hogy legyen kedves a kérdését konkrétan megfogalmazni, mert egy politikai állásfoglalást is hozzátesz, meg a véleményét, meg költői kérdéseket, meg úgy teszi a kérdést fel, hogy ön már tudja, akkor közelje velünk a válasz, ha ön biztosan tudja, akkor ne kérdezze meg, ha tudja. Hogy hány százalékban, mert azt mondta ön, hogy kíváncsi, hogy hány százalékban szerepelnek, stb. És mikor ön tudja, akkor ne kérdezze meg. Adjon tájékoztatást erről, hogyha esetleg valaki kíváncsi erre. Ez ilyen bújtatott mindenféle mondataiban, ez a végtelen pessimizmus, minden rossz. Most, hogyha azt a választ kapja ön, hogy 30 évnél régebbi, mit tudom, x százalék, és én mondod, hogy 5-8 év múlva mi lesz, hát akkor lehet, hogy már most elő kellene forduljanak ilyen hibák, hogyha idősebb a rendszer. És nem fordulnak elő hibák, képviselő úr. Elvétve. Az, hogy a városban van, mit tudom én, 3-4-6-10 csőtörés egy évben, hát az bagatell. Ne húzzuk már egymás idejét ilyen mondva csinált dolgokkal, ami nem kérdés tulajdonképpen. Hát ha tud válaszolni, kihámozta a kérdést Szabó úr, akkor minden tiszteletem az önné. Tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselők és jelenlévők. Képviselő úr, megpróbál összefoglalni, illetve megpróbálok úgy válaszolni kérdéseire, hogy érthető is legyen. Elsőként azt kérdezte, hogy a nyomás alatti rendszerek, ugye a jó víz ahhoz az mind nyomás alatti rendszer, kb. Hány százaléka, ami 30 évnél idősebb, ez közel 50-55 százaléka, vagy több mint fele, ami idősebb 30 évnél, viszont tudni kell azt, hogy a műanyag csőnél, tehát a műanyag csőnek az élettartam az nem 30 év, hanem az 50 év, tehát a műanyag csőnek jelenleg 50 év a várható hasznos élettartam, ami lehet akár 80 is, de 50 évvel számolnak a szakemberek. Szennyvíz csatornahálózatnál itt más a megosztás. Az új rendszereknél, szintén ami KGPVC, tehát műanyagcsőből készült, az szintén 50 évvel bőven lehet számolni, míg a betoncsatornánál ennek aránya, én most nem tudom megmondani, hogy hány százalék. Ennek is közel, hát vannak olyan csatornáink más településeken, ami 60, akár 60 éve üzemelnek, és végül is nincs vele semmi gond, ha nem ér olyan korrózió és olyan jellegű fizikai károsodás, ami ezeket ennek a tönkremeletéhez vezetne. A fejlesztésekre, mint említettem, tehát minden évben készítünk örlőfejlesztési tervet az önkormányzatnak az előzetes együttműködésével és előzetes egyeztetéssel kapcsán elkészül az örlőfejlesztési terv. Ez tartalmazza lebontva a rövid távú, közép és hosszú távú, tehát előre egy évre, 5 és 15 évre vonatkozó felújításokat forintosítva. Ennek a gördülőfejlesztési tervnek fedezete a bérleti díj, amiből, illetve egy másik információ, egy másik olyan lehetőség,
utóbb jövő évben indulnak a keopus pályázatok, ez kimondottan a vízhálózatok és szennyvízhálózatok felújítására fog majd szolgálni, úgy gondolom a város is fog majd pályázni, és ez a másik alapja annak, hogy a Karcagvárosban a hálózatoknak a cseréje ütemezetten egy 10 évben belül tehát elkészülhet, véleményem szerint. Köszönöm is. Köszönöm szépen, szóval be egy kiegészítés. Van-e további jelentkezés? Nagyné László Erzsébet, tessék parancsolni. Tisztelt képviselőtestület, úgy gondolom, hogy a TRV helyi képviselője nem kívánt belefolyni abba, hogy mi a veszteséges és mi a nem veszteséges, de áttekintve a 2015 évi beszámolóját a TRV-nek, ami ugye közhiteles nyilvántartásban elérhető bárki számára, és úgy hiszem, hogy erre hivatkozott Andrássy András képviselő úr. Én úgy láttam, hogy a TRV ZRT mérleg szerinti eredménye 2015 évben pozitív volt. Tehát nem volt veszteséges a vállalkozás. Ha esetleg képviselő urat érdekli, akkor azt is ki tudom fejteni, hogy miért, de most is nyilvános az internet és elérhető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát valamint, hogy elnézünk bizonyos dolgokat, dátumokat, adatokat. Van a további jelentkezés? Nem látok jelentkezést. Azzal együtt, hogy természetesen végtelen nagyon a figyelést igényel, hisz ez a dolog. Abban bízunk, hogy nem lesz semmilyen komoly probléma a következőkben sem, és valóban az a szoros kapcsolat, ami megvan az önkormányzat és a TRV ZRT között, az továbbra is fennáll, én a tájékoztató elfogadását javaslom. Ha tudjuk támogatni, tessenek jelezni ezt. Igen, nem, egy nem és 7 igen ellenében elfogadásra került. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk és köszönjük a megjelenést. 8. napi rendi pontunk, javaslata a Karcag tilalmasi mezőgazdasági korlátozott felelősségi társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló megalapodásról, valamint a 99/2014 KT számú határat és az azt módosító határatok hatályon kívül helyezéséről szóló 93/2015 KT számú határat módosítására gazdasági víz biztosítása a cél tilalmas városrészen. Ismételten egy vizes téma, kérdés hozzászólás van-e? A javaslatban az szerepel, hogy egészen 2017. április 30-áig szóljon ez a megkötendő szerződés. Egy kút bérléséről van szó. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 9. napi rendi pontunk, javaslat a Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2016. évi támogatására. Nyilatkozattételről van szó. A határozati javaslatban foglaltakat javaslom, hogy támogassuk. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nyilatkozunk el sok mindenben. Mennyivel járulunk hozzá, meddig kívánjuk fenntartani, ami a határozati javaslatban szerepel. Támogatását javaslom. Napirendnek igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 10. napirendi pont. Javaslat Dobos László polgármester jubileumi jutalmának kifizetésére. Nagyon telik az idő, szállnak az évek, tisztelt hölgyeim és uraim. Jó lenne annyi évesnek lenni, ahány év közszolgálati jogviszony van a hátam mögött. Nem akarom ragozni ezt, ez nem is jutalom, hanem inkább juttatás. Litára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás. Én most nem szavazok, hogyha el tetszene tudni ezt fogadni. 7 igennel elfogadásra került a napirend. Köszönöm szépen.
11. napi rendi pontunk javaslat a zöldváros kialakítására, két pályázaton való részvételre. GTT-n is megtárgyaltuk ezt a témát a város közterületének növényállományának fejlesztése, rekonstrukciójáról van szó, játszóterek kialakításáról, valamint a piaccsarnok padló burkolatának újra rendezéséről szól ez a pályázat, topos pályázat egyébként. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Remélem, hogy nyerünk, és akkor több mindent tudunk megoldani. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 12. napi rendi pontunk, szintén egy topos pályázat, azon való részvételről döntünk. Két épületről van szó, a Városháza és a Déli épületének energetikai fejlesztése a célunk. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 13. napi rendi pontunk, javaslat a kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségszervezés pályázaton való részvételre. Ez is egy top keretében történő pályázati lehetőség. Egészen pontosan 800 millió forintos pályázatra van lehetőségünk a lakosság számarányának megfelelően. 100%-os támogatási intenzitással bír a pályázat. Ezt is átbeszéltük, sőt fórumot tartottunk, sok tájékoztatót tartottunk, az érdeklődőket megismertettük ezzel a témával. Van-e kérdés, hozzászólás? Döntsünk a részvételről. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 14. napi rendi pontunk. Ismételten egy pályázati lehetőség, javaslat a helyi foglalkoztatási paktum létrehozására vonatkozó konzorciumi együttműködésre. Itt a kistérségen belül a támogatási összeg 500 millió forint, szintén 100%-os támogatási intenzitással. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 15. napi rendi pontunk, javaslat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény Széchenyi Sugárút 27 szám alatti telephelyén nyillázáró cseréjének támogatására. Az előző felújítás során már nem volt anyagi keret a régi épületre és nyilázzáróinak cseréjére, ami egyébként teljesen indokolt. Így aztán a kistérség anyagai javait felhasználva és azt kiegészítve mindössze összesen egy 19.026.633 forintos összegben javaslom, hogy a háziorvosi intézmény régi épülete is újuljon meg. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nem látok jelentkezést, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 16. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű nem lakáscéljára szolgáló helyiség Hunor Hungarian Biofactory Kft. Részére történő bérbeadásáról szól. Ahogy olvashatjuk, egészségszalon működtetése céljára kívánják bérbevenni ezen helyiséget. 3 év bérleti idő van meghatározva, 30 000 forint per hó plusz áfa összeggel bérleti díjjal. Van ehhez vélemény, kérdés, hozzászólás? Régi fonal volt. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 17. napi rendi pontunk a jelentések, 22 darab jelentést tetszenek találni az anyagban. Bármelyikhez van-e valamilyen kérdés, vélemény? Jelentések elfogadását javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag
támogattuk. 18. napirendi pontunk a következő, amit már zárt ülés keretében tárgyal meg a tisztelt képviselőtestület, ezért megkérem mindazokat, akiket a téma nem érint. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülés és a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Felkérem Bóra Sándor jegyző urat, hogy az előttünk lévő programokról adjon egy, legyen egy rövid tájékoztatás, legyen szíves. Köszönöm. Június 24-én és 25-én lesz az immár nagykorúvá vált 18. karcagi birkafőző fesztivál. A díszvendég település Mohács. Sztárvendégek Irigy Honajmirigy, Abraka Zabra, Vastag Csaba, Kocsis Tibor, Gájer Bálint. Idén is gazdag programkínálattal és szíves vendéglátással várunk mindenkit a rendezvénysorozatra. Június 29-én a kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából koszorúk elhelyezésével tisztelgünk az áldozatok előtt a római katolikus templom előtti parkban álló kopjafánál. Június 30-án egészségnapot szervez a Nagykun látogató központ udvarán a Betánia Egészségház. Szinte június 30-án délután érkeznek városunkba a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny résztvevői, majd július 1-én indulnak tovább városomból. Az elkövetkezendő időszakban is mindenki tisztelettel várunk a város rendezvényeire. Köszönöm szépen a beharangozót, tisztelt képviselőtestület. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2016. szeptember 29-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Elképzelhető természetesen, hogy valamilyen előre nem látott ok miatt soron kívül testületi ülést kell tartanunk. Erről időben tájékoztatást kapnak a tisztelt képviselő hölgyek és urak. Nos, mai munkánkat befejeztük. Köszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját. Mindenkinek nagyon kellemes nyarat, kellemes vakációt, pihenést kívánok, ha nem találkoznánk, de remélem, hogy még mindenkivel találkozok a Birkafőző Fesztiválon, de azért jó pihenést kívánok a nyárra és a mai napra is, és természetesen jó szurkolást a foci kedvelőknek, hiszen a magyar válogatott a vártnál százszor jobban teljesítve mindannyiunk örömére tovább jutott, és vasárnap remélhetőleg újra szurkolhatunk a győzelmükért. Hajrá Magyarország, hajrá Karcag, hajrá magyarok! Köszönöm a megjelenést!